10-es napirendi pont start a jövőnkért alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása és az alapító okirat módosítása. A start a jövőnkért alapítványt ugye eredetileg ugye a Köválhoz tartozott, tehát a Kövál dolgozói voltak az alapítvány tagjai, illetve utána, amikor a Daköv-hez elkerült a Kövál dolgozóinak egy része, akkor a két cégből tevődött össze. Ugye itt az alapítvány működgetett, de azért nyilván itt valamilyen módon rendezni kellett az alapítvány sorsát, ugyanis az alapítvány birtokában van benne vagyonelem, itt ami a legjelentősebb vagyonelem, az egy nyaraló, ugye, ami Bogácson van, és gyakorlatilag, hogyha ennek az alapítvány mondjuk jogutód nélkül megszűnne, akkor mondjuk ezt át kellene adni egy hasonló céllal alakult alapítvány számára. És ezt szeretnénk rendezni. Itt a kuratóriumi tagoknak lejár a mandátuma, illetve most már az önkormányzat fogja választani a kuratórium tagjait. Itt van 4 olyan tag, akik már ugye régebb óta benne vannak, és nyilván ők még továbbra is vállalnák azokat a feladatokat, amik ezzel járnak. Ugye itt a legnagyobb feladat gyakorlatilag az, hogy hogyan osszák föl ezeket az üdültetéseket. Mi azért is... Igen, meg működtetni, karbantartani az ingatlant, és nekünk azért is fontos ez, mert nyilván ezzel el tudnánk indulni azon az úton, hogy a önkormányzati dolgozóknak is lenne lehetőségük arra, hogy használják ezt a nyaralót. Ugye itt 420 emberről beszélünk alaphangon, de lehet, hogyha még jobban összeszámoljuk, akkor még több ember van, akik valamilyen módon a önkormányzathoz köthetőek, vagy az önkormányzat a munkáltatójuk. Itt tulajdonképpen akkor 4 tag maradt, és itt a Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén ugye Csúzi Szabolcs képviselő bizottsági elnök urat javasoltuk 5. tagként a kuratóriumba. A kuratórium saját maga, tehát a kuratórium 5 tagja saját maguk közül fognak majd elnököt választani. És tulajdonképpen ennyi dióhéjban, ami le van írva gyakorlatilag az előterjesztésbe. Tulajdonképpen erről kellene hoznunk döntést. A Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e ez hozzászólás, észrevétel. Ilyet nem látok. Akkor én a Jogi és Közbiztonsági Bizottságnak a 32-es határozati javaslatát tenném fel szavazásra. Aki ezt elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással képviselőtestet elfogadta. 11-es napi rendi pont közműépítési kérelmekkel kapcsolatos döntések. Ugye a Városfejlesztés Pénzügyi Bizottság tárgyalt, a 2 határozati javaslat született. Az egyik határozati javaslatban az van leírva, hogy a képviselőtestet, tehát bármennyire is problémás a rendszer, és azok az emberek, ugye, akik valamikor ugye a 2000-es évek végén befizették a közműfejlesztési hozzájárulást, és megváltották maguknak a jogot, azoknál továbbra is azon leszünk, hogy ők megkapják nyilván a lehetőséget. Most vannak már számítások erre, hogy körülbelül hogy is állunk ebbe, de még ezt pontosítani kell, de most megközelítőleg úgy néz ki, hogy 540 olyan rákötés lehetséges még mondani, akik már befizették a hozzájárulást, de még nem kötöttek rá a rendszerre. Ezt most a Daköv le fogja ellenőrizni, hogy pontosan akkor hogy van, tehát ezt a 540 címet meg fogják nézni, illetve ebből az 540 címből, ha jól emlékszem, 249 olyan van, ami arra a szakaszra esik, ahol most jelenleg bekötési stopp van, tehát ahol gyakorlatilag
vagy a Puskin utcai gépházhoz, vagy pedig a Kistói utcai gépházhoz tartozik, nyilván ahol már elég nehézkes a rákötés, de ezt most pontosan végig fogják nézni, és pontosan fel fogják tárni, hogy nekünk gyakorlatilag egy nagyon-nagyon precíz és pontos adatunk legyen arról, hogy mire számíthatunk az elkövetkezőkben. A második határozati javaslata a közmű rákötések. Ugye itt a 1-től a 9-esig gyakorlatilag támogatva voltak, és a 10-esnél nem nemleges döntést hozunk, hanem még a DAKÖV-nek meg kell vizsgálnia pontosan, mert itt nem állnak a... Tehát nem állnak birtokainkba 100%-os adatok, hogy akkor most pontosan mi is van ott, miről is van ott szó. Minden esetre azt azért el tudom mondani, hogy az a 10-es esetében ugye az a Kistói utcai gépházhoz tartozik, egy bekötés van, egy bekötést 100%-osan tudunk ahhoz az ingatlanhoz biztosítani. Kérdezném, hogy kérdés észrevétel van-e a napirendi ponthoz? Ilyet nem látok, akkor én először a Városfejlesztés Pénzügyi Bizottságnak 250-es határozati javaslatát tenném föl szavazásra. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gombbal jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazattal képviselőtestet egyhangulag elfogadta, és most pedig a 251-es határozati javaslatról szavaznánk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomására jelezze. Köszönöm, 10 igen szavazattal és egy tartózkodással képviselőtestet elfogadta. 19-es napirendi pont, cipő volt pályázati kiírásának felülvizsgálata. A Városfejlesztés Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és azt a döntést hozták, hogy ne értékesítsük jelenleg a cipőboltot. Ugye jelenleg van egy élő pályázat rá, viszont most jelenleg azt látjuk, hogy ha még azért mindig megvan a településen a lakásépítés, illetve a házépítési kedv, viszont közművet meg nem nagyon tudunk hozzá szolgáltatni, és ezt olyannak fogjuk tudni eladni, nyilván akinek van mellette ingatlana, illetve olyannak tudjuk, mert hogy a képviselőtestetnek az volt a döntése, hogy ez mindenféleképpen úgy fejlődjön, hogy a három ingatlan egységesen, tehát ugye ott három, a cipőbolt mellett van még két ingatlan, ami valamikor egy telek volt, és azt szerettük volna, hogyha ez a tömb egyszerre épül be, és együtt fog beépülni, nem az, hogy külön építenek majd ilyen toronyházakat oda. És gyakorlatilag most így, hogy nem tudunk közművet adni hozzá, az a bizottságnak a javaslata, hogy vonjuk vissza a pályázatot, és majd térjünk vissza akkor rá, hogyha tudunk kapacitást biztosítani az ott épülő ingatlanok számára. Illetve én azt gondolom, hogy szerintem a szeptemberi testületi ülésre majd azon is el kéne gondolkodni, hogy a állagmegóvás szempontjából mik azok a beavatkozások, amit el kellene követni a cipőbolton, mert gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy a főutca azért nagy részt rendben van, kivéve a forrásáruházat, és gyakorlatilag a cipőbolt ráadásul a mi tulajdonunk, hogy valamilyen állagmegóvást. Ha jól emlékszem, 18-ba vagy 19-be kaptunk erre egy árajánlatot, egy homlokzat felújításra, de az egy elég... Én is 11 millióra emlékszem. Nyilván meg kéne azt vizsgálni, hogy lehetne valami olyannal, amivel nem költünk rá horribilis összeget, de mégse lesz mégis azért valahogy normálisan nézzen ki, ne olyan állapotban legyen, mint most. Jó, kérdés észrevétel esetleg ehhez a határozati javaslathoz. Jó, én az általam elmondott határozati javaslatot tenném föl szavazásra. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Tizenegy igen szavazattal képviselőtestet egyhangulag elfogadta. 20-as napirendi pont, Safranyik Noémi Diana üzlethelyiség bérlő kérelme. Ugye az előző...
Az előző testületi ülésen döntöttünk ugye a pályáztatásról, a két testületi ülés között megtörtént ugye a volt Norbi Update Boltnak a pályáztatása. A hölgy akkor ugye látott állapotban, és gyakorlatilag úgy van beírva a szerződésbe, hogy a megtekintett állapotba kívánja bérbe menni azért az összegért nyilván, amit a liciten végül, amivel a licit zárult, és utána meg ugye jön egy ilyen kérelemmel felénk. Én azt gondolom, hogy mi vagy a szerződéshez ragaszkodunk, megtekintett állapotba vette meg, és a városfejlesztés vette ki, és nyilván ezt a döntést hozta a Városfejlesztési Pénzügyi Bizottság is, de hogyha képviselőtársaim részéről van más álláspont, vagy más nézőpont, azt nagyon szívesen meghallgatom. Magdics Máténak adnám meg a szót. Polgármester úr, nekem csak annyi kérdésem lenne, mert hogyha úgy vette át, ahogy benne a szerződésben, gondolom beszélve, csak hogyha továbbiakban, hogyha tervez felújítást, vagy valami műszakit, az benne van a szerződésben, hogy azt le lehet vonni a bérleti díjból? Nem. Vagyunk kötelesek, én úgy tudom. Az nyilván majd megint bejöhet egy újabb kérelemmel, hogyha szeretné, de gyakorlatilag látta, hogy milyen logókkal vette meg, látta, hogy milyen festéssel vette meg. Nyilván én látom, hogy már megy itt az átalakítás, tehát hogy csinálják az új bolt, vagy csinálják a boltot, de hát nyilván az megint csak egy külön napi rendi pont lesz majd előttünk, hogyha esetleg ezzel akar élni, de végül is én azt gondolom, hogy a szerződésben akkor le voltak írva ezek a paraméterek, elég jól végigjárták szerintem, és elég jól felmérték ezt az üzletet, úgyhogy innentől kezdve szerintem már a városnak ne legyen ezzel plusz költség, elég plusz költség az nekünk, hogy az előző bérlőnél majd azért nem 100%, hogy be tudjuk hajtani a tartozást. Laci? Köszönöm szépen, polgármester. És nem akarok megint visszafelé tekingetni, de ugye volt egy időszak, egy rendszer ebben is, ez most nekem egy teljes új, mert eddig az volt a szokás jog, hogy az ilyen bérlő esetében, pláne induló vállalkozásnál, ezt úgy mondtuk, hogy 50% bérbeszámítás. Tehát ugye a számlával igazolt költségek felét lelakhatja, a felét pedig természetesen befizeti bérleti díj formájába, mert hogy a városnak is az az érdeke, hogy ezek a vállalkozások életképesek maradjanak. Én most nem számolgatom, hogy mennyibe kerül, meg festés, meg fogad-e mestert, vagy hogy, csak ugye ez már egy viszonylag jól bevált rendszer volt, mert nekünk is az lenne a cél, hogy ne elmeneküljön, hanem hosszú távon tudjuk azért a kicsi pénzért, és akkor kvázi jut is, marad is. Egy gesztust teszünk a vállalkozó fel, hogy induljon, bővüljön a szolgáltatási kör. Egyébként meg az a kicsi pénz is pénz a városnak. Köszönöm. Nem módosítód vont. Ez jó. Jó. Más kérdés észrevétel nincsen, akkor én a Városfejlesztési Pénzügyi Bizottságnak 262-es határozati javaslatát tenném fel szavazásra. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 10 igen szavazattal és egy tartózkodással a képviselőtestet elfogadta. 21-es napi rendi pont a 2024 évi közmeghallgatás időpontjának és programjának a meghatározása. Ugye még ennek a képviselőtestületnek kell megtartania a közmeghallgatást. Ennek az időpontja 2024. szeptember 23-a hétfő 17 óra lesz. 3 napi rendi pontot írtunk föl. Az első napi rendi pont tájékoztató Monorvás önkormányzatának 2024 évi gazdálkodás, 23 évi gazdálkodása, nem 24 éviről, nem? Ja, jó. Akkor tájékoztató Monor városát érintő megvalósult és folyamatban lévő 2023 év, valamint vár... Tessék? Jó, 24, igen, 23, jó, igen. Beruházásairól és a 3-as, a Top Plus pályázat fejlesztései
fejlesztési elemeinek bemutatása. Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólás észrevétel ez. Ilyet nem látok, akkor én a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 33-as határozati javaslatát tenném föl szavazásra. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazattal képviselőtestület egyhangulag elfogadta.